216 éves fennállását ünnepelte Magyar Csernye. Virágkorát a múlt század 60-as, 70-es éveiben élte, de az ezt követő háborúk és gazdasági helyzet romlása megpecsételte a falu sorsát. A valamikor 5000 lélekszámú településen már csak 1200-an élnek, alig jutnak munkához. Kevés a napszám is, van egy 5-6 ilyen megelőzött földműves a faluba, azok még így fogadnak napszámosokat, de abból is már mindig kevesebb. Hát nagyon sok a szociális segélyből élő falubeli, és sokan kivándorolnak. A fiatalok helyzete a legnehezebb, nincs miből megalapozniuk az életüket, ezért a más országok nyújtotta lehetőségekbe kapaszkodnak. Nincs munkalehetőség, nincsen. Nagyon nagy kapcsolat kell legyen, hogy valaki munkát kaphasson itten, nincs. Tehát mindenki megy városokba, külföldre, nem maradnak nagyon itt a fiatalok. A faluban 180-ra tehető a 16 és 30 év közötti fiatalok száma. Őket az ifjúsági klub fogja össze, útmutatást adva az iskoláztatási lehetőségek és a megélhetési források kapcsán. Azt is lehet mondani, hogy szinte csak az marad itthon, akit a föld és a munkahely ide köt. Kaptam munkát, tehát itt dolgozok. Van valamennyi földünk is van, segítek otthon a szüleimnek a háztartásban, földet művelni. Ha lehetséges, akkor itt maradnék. Tehát nekem ez, szeretek itt lenni. Az idősebbek még reménykednek abban, hogy jobbra fordul a helyzet, ám hozzáteszik. Ehhez sok időre, türelemre és beruházóra lenne szükség, hogy a fiatalok is lássanak jövőt a falusi életben.